Sziasztok, bejöttem egy picit a műhelybe megkókucskálni, hogy a fiúk mit visznek ki holnap szerelni. Itt van ez a gizbeton lépcsőre való korlát. Több darabból láthatod, itt be van csomagolva, úgyhogy gyorsan kicsomagoltam, hogy meg tudjam nektek mutatni, majd kapok a fejemre a srácoktól, hogy miért szedegetem én szét azt, amit ők szépen becsomagolnak. Ott van hátul ugye az egyik részlete, ami ugye fölkerül majd. Illetve itt van még két oszlop, hozzátartozó oszlop, illetve van egy félig kicsomagolt rész, amit itt most direkt kibontottam nektek, hogy meg tudjam mutatni, hogy ez nagyjából hogy néz ki. Ugye van egy rozsdamentes acélprofil, ugye, amit mi felfektetünk ugye a gizbetonnak a felső élére. Ugye azt látod itt, tehát ez a szerkezet az, ami felfekszik a gizbetonnak az élére. Ugye maga a cső, azt ha megnézed, itt el van nyakban hegesztve, gyönyörű szépen, egy minimális hegesztéssel. Ugye maga a fenék rész, ugye ez a kis lezáró rész, ez is le van hegesztve, körbe van csiszolva. Ha megnézed, akkor azért látszik, hogy ez is, hát nagyon szépen megcsinálták ezt is a srácok. Még egy picit, tehát ezt még ugye kell pucolgatni róla, ez csak ilyen kis maszat. Az lejön róla gyönyörű szépen, és hát ugye itt van maga a termék. Tényleg ezt érdemes megnézni, hogy itt ezen nagyon sok minden múlik, hogy tényleg ezek hogy vannak eldolgozva, meghegesztve. Láthatod, hogy tényleg nagyon-nagyon odafigyelünk arra, hogy minimál hegesztések legyenek. Nyilván ezek nagyon erősek, tehát bőven tart annyit, amennyit tartania kell. Ugye maga a korláton ugye rajta van az üvegfogó szerkezet. Ha sikerül ráfordítanom a kamerát, akkor még akár meg is tudom mutatni. Ugye ez van rajta ugye magán az oszlopon, ott van rajta ugye még egy, itt egy picit följebb, illetve maga az oszlop tetejét is érdemes megnézni, hogy az milyen minőségben van elcsiszolva, illetve hogy van lezárva. Ez az alkatrész ugye úgy néz ki, hogy ez körbe van hegesztve, körbe van csiszolva, és utána le van élezve, szépen le van csiszolva a felülete. Tehát onnan azért lehet látni, hogy ez tényleg semmilyen hegesztési varrat, meg semmi olyan dolog nem látszik rajta, ami egy picit is zavaró lehet. Jó, hát ez a termék, ez így néz ki. Ugye itt vannak ugye rögzítések, hát azért nem árulok el nagy titkot, hogy nem csak ezek a csavarok rögzítik a korlátot, hanem van egy pici furfang is mögötte, de alapvetően ugye látszó csavarok is vannak, ugye ezek a furatokon keresztül rögzítjük le magát a korlátot. Azért érdemes egyébként megnézni, a többi csak tényleg nem akarom kicsomagolni. Ott is azért látszik, hogy a hegesztés az abszolút rendben van. És ugye hát itt van az oszlop rész, ami szintén le van fenekelve. Nagyon szépen le van csiszolva ennek a teteje is, csak kicsit látszik rajta, most így be van csomagolgatva. Hát a fiúk ugye mindent becsomagolnak, tehát minden termékünk úgy megy ki, hogy le van csomagolva. Illetve, hogyha helyszínen is úgy alakul, akkor lesz szoktuk csomagolni, bár általában inkább ezt a következő szakmára szoktuk bízni ennek a feladatát. De egyébként látszik, még annyit el lehet erről mondani, hogy ugye ez a profil általában 80 mm széles és 20 mm magas. Ha megnézed, ennek is ugye tökéletes a csiszolása. Én így végigmutatom, hogy lássad, hogy fénytörésmentes. Tehát abszolút szép, tükrös, szép, sima felület. Ezt nagyon sokszor csiszoljuk át egyébként, ha hiszitek, ha nem. Ez legalább 3-4 különböző papírral, különböző anyagokkal van átcsiszolva, mire ez így néz ki. Tehát nagyon-nagyon sok idő megy el vele. Meg nyilván itt a hegesztési varratoknak is az utómunkája. Tehát ez is nagyon sokszor le van, egyszerűen ugye le van savazva, és ugye utána még ugye kézzel is át van pucolva. Ugye többször maga a csőanyaga, ugye 42 mm-es rozsdamentes acél csőből készül, maga ugye a korlátszerkezetnek az oszlop része, ugye kettes falu csőből van. És gyakorlatilag ugye ebben van becsavarozva maga az üvegfogó, illetve ugye abban van behelyezve maga az üveglap is, majd a későbbiekben. Na még itt egy picit kitépkedem, nem hagyom már úgy, hogy a srácok csak úgy megússzák, csomagolás nélkül. Majd csuklani fogok, ha visszaragasztom nekik ezt a kis fenekerőlemezt, de ezt azért itt megmutatom. Látod ez is, hogy ez egy ugye törés, ugye itt megtörik maga ez a kis takaró szerkezet, és itt látszik, hogy ennek a csiszolása is, hát, én úgy gondolom, hogy magáért beszél, gyönyörű, szép, éles, amit meg lehet figyelni rajta, egyfonalú, nem hullámos, nem éles, szépen le van gömbölyítve, ez pontosan úgy néz ki, ahogy ki kell nézni egy ilyen kis letörés.
Jó, hát erről a termékről hirtelen ennyit, ez csak egy kis bemutató, hogy tényleg, hogy holnap hogy lássad azért, hogy tényleg ilyen termékek mennek ki. Nem csak olyat mutogatok nektek, ami kiállított darab, hanem valóban, ami már elkészült, és útra készen van. És egy kis mini törpeoszlop megy ki, ez egy másik korláthoz, az a sarokba fog bekerülni, ahol nem tudtunk egy egész oszlopot berakni, egyébként annak a vége is nagyon szépen le van csiszolgatva. Jó, köszönöm, hogy megnézted ezt a kis röpke videót, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra. Szervusz!